Köszöntöm Önöket a Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatóján, melynek témája, hogy a trianoni békediktátum 100. évfordulójában is még mindig külpolitikai, emlékezetpolitikai és oktatáspolitikai fordulatra van szükség a Mi Hazánk Mozgalom szerint ahhoz, hogy feldolgozzák és megismerjék a magyar emberek azt, hogy mi is történt 100 évvel ezelőtt. A Mi Hazánk szerint ehhez nem június 4-ét kellene ünneppé tenni, hanem például a hazatérés napjában nyilvánítanánk augusztus 30-át, a második bécsi döntés aláírásának napját. Azt kezdeményezzük tehát, hogy legyen Észak-Erdély visszatérésének napja hivatalos állami ünnepnap, mely alkalommal valamennyi sikeres revízióra emlékezhetnénk, így Kárpátalja, Felvidék és Délvidék egy részének visszatérésére is. Egyetlen párt a Mi Hazánk Mozgalom, amely Horthy Miklós kormányzó emlékét is ápolja, és kormányzóvá választásának 100. évfordulójáról is mi voltunk az egyedüliek a pártok közül, akik megemlékeztünk, holott az ő kormányzósága idején történtek meg ezek a sikeres revíziók. Azért ezt a helyszínt választottuk, mert az elszakított nemzetrészeken élő magyarok közül Romániában élnek legnagyobb lélekszámban a nemzettestvéreink, ám az elmúlt 30 év mérlege rájuk nézve is katasztrofális. A lélekszámuk 1,7 millióról 1,1 millióra apadt, zajlik a visszaállamosítás, üldözik jelképeiket, akadályozzák a magyar nyelvhasználatot, és a területi autonómia kérdése is lekerülni látszik a napirendről. A Mi Hazánk szerint szégyenteljes az a gyávaság, amelyet Áder János köztársasági elnök erényként említett június 4-én a beszédében, idézem a köztársasági elnököt, Magyarországot a II. Világháború óta újra és újra megvádolják a határok megváltoztatásának szándékával, figyelmen kívül hagyva, hogy amikor erre a történelem lehetőséget kínált, Magyarország sosem élt területi követelésekkel a szomszédaival szemben. Sem a Ceausescu rezsim bukása, sem Jugoszlávia szétesése, sem a Szovjetunióból kiváló Ukrajna megszületése, sem Csehszlovákia kettéválása idején. Eddig az idézet Áder Jánostól. A Mi Hazánk Mozgalom szerint nem erény, hanem gyávaság, hiba és bűn a magyar politika részéről, hogy ezekkel a lehetőségekkel sem élt. A Mi Hazánk Mozgalom úgy gondolja, hogy a békés úton történő revízió lehetőségével igenis élni kellene, és nem mondhatunk le arról az álomról, hogy egyszer minden magyar egy hazában élhessen. Ennyit szerettem volna elmondani, a továbbiakról Apáthy István képviselőtársam fogja Önöket tájékoztatni. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen olyan párt, amely nem feledkezik el 1920. június 4-éről, és 1918. december 1-éről sem. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen olyan párt, amely emlékeztet és felemeli szavát a világtörténelem egyik legigazságtalanabb döntése ellen. 1918. december 1-én az akkori Magyarország román közössége 1228 küldöttél Gyulafehérváron hozott egy határozatot. Ebben a határozatban kinyilvánították azon szándékukat, hogy Erdély, a Körösök vidéke, a Bánát és Máramaros összesen 26 történelmi magyar vármegye a regáthoz, vagyis a román királysághoz csatlakozzon. Ebben a határozatban megígértek mindent, minden egyéni és kollektív emberi szabadságjog érvényesülését, de ebből akkor sem lett semmi, és azóta sem lett semmi. Akkor is hazudtak a magyaroknak, és azóta is folyamatosan hazudnak határon túli nemzettestvéreinknek, folyamatosan becsapják, kiszorítják, üldözik és gyűlölik őket. Emlékezünk arra, hogy 2 évvel ezelőtt ennek a gyulafehérvári határozatnak a 100. évfordulóján hirdettek meg egy centenáriumi rendezvénysorozatot, amely épp a mai nap fog befejeződni a Romániának nevezett államalakulat gyakorlatilag megszállt területén, és az Úz völgyében ma össze fognak gyűlni a valódi szélsőséget jelentő román csoportok, akik tavaly egy katonatemetőt is csak hátulról mertek megtámadni, és idős Székely nénikre és Székely bácsikra támadtak életkioltására alkalmas eszközökkel. És ezt a jelenlegi magyar kormány csendben tűri, a Fidesz hallgat, sunnyog, a szélső baloldal pedig 100 éves hagyományának megfelelően örül ennek.
Örültek 2002-ben is, amikor Medgyessy elvtárs Nastasével kocintott, pezsgővel kocintott az akkori évfordulón, és egyébként örülnek ennek ma is, hiszen a Momentum fedői nevű, valójában Romentum nevű párt román elnökjelöltet támogat, és román pártot támogat. Ugyanazt csinálják tehát, mint istelen elődeik. Másrészt pedig szeretnék visszatérni a Fidesz hallgatására és sunyogására, hiszen idén évelején a Mi Hazánk Mozgalom benyújtotta az 1921. évi 33. törvénycikk hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatát, azonban ezt a fideszes többség, a kétharados többség a mai napig elfekteti, nem hajlandó tárgysorozatba venni, nem hajlandó érdemi vitát folytatni, hiszen nehéz helyzetbe kerültek, végre szint kellene vallaniuk, hogy áljobboldaliak, vagy valóban jobboldali párthoz tartoznak-e. Az egyetlen olyan párt a Mi Hazánk Mozgalom, amely nem csak beadta, hanem természetesen meg is fogja szavazni ennek a törvénycikknek a hatályon kívül helyezését. Azonban mi most itt jelképesen Duró Dóra képviselő társammal már azonnal hatályon kívül helyezzük egy akció keretében ezt a gyalázatos törvénycikket, az emberiség történelmének egy legnagyobb jogtiprását, amelyről hallgat egyébként az Európai Unió is. Az az Európai Unió, amely rendkívül érzékeny akkor, amikor deviáns csoportok jogairól van szó, rendkívül érzékeny akkor, amikor afrikai bevándorlókat kell megvédeniük, de soha nem foglalkozik azzal, és mindig hallgat akkor, amikor a magyarokat kellene megvédeni, és amikor a határon túli nemzettestvéreink mellett kellene kiállni. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely helyettük ezt is megteszi. Igazságot Magyarországnak, igazságot Erdélynek. Elég a magyarok jogfosztásából. Rendkívül érdekesnek tartom, hogy néhány papírdarab és a mellettem lévő román nagykövetség védelmére néhány percen belül jelentős rendőrerő érkezett ki. Úgy gondolom, hogy ha Kelet-Magyarországon főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Borsod megyébe ilyen gyorsan érkeznének ki, akkor, amikor idős honfitársainkat kirabolják, kifosztják, megerőszakolják, vagy éppen megpróbálják meggyilkolni, akkor sokkal jobb lenne Magyarországon a közbiztonság. De hát úgy látszik, hogy arra van rendőri erő, amire a jelenlegi kormány akarja, hogy legyen. Úgy látszik, hogy román nagykövetség védelmére jut, az idős munkában megfáradt magyar honfitársaink védelmére pedig nem jut. Ez is a sokadik kettős mérce, amit a Mi Hazánk Mozgalom szeretne minél hamarabb felszámolni.